Miután a béke megállapodást aláírtuk, a légió újra békés feladatot kapott. A kariakok lakható rendszerekkel ismertettek meg bennünket a birodalmuk peremén, és ezek ideálisnak tűnnek a kolonizálásra. Következő feladataként az új világ és az Éden rendszerekben kell kolonizálnia és védelmet kiépítenie. Tegye mindkét rendszert erőssé és biztonságossá, hogy bármilyen jövőbeli háború esetén frontvonalként szolgálhassanak. A kariakok a területen található valamiféle őrzőről is küldtek információt. Ellenőrizze, mi áll e mögött. Hát sziasztok, mindenkit üdvözlök újra, Hegemónia küldetés sorozatban. Hát most a negyedik epizódot kezdtük el, ez az első küldetése. Adja Jóisten, hogy ez most egy nyugodalmas küldetés legyen, és ne kelljen annyit harcolászni, mint az elmúlt 3 epizódban. Na mindegy, azt mondja, hogy van egy új világ és egy új világ és egy éderrendszer, amiket fel kellene fedezni, meg kolonizálni. Ne kolonizálja a Roszka egyest vagy a Holdját, mert ők a későbbi stratégiai elképzelésénkben szerepelnek. Hát akkor azt békén hagyjuk. Amíg nem kap rá újabb utasítást, ne költse el a kutatási pontjait. Hoppá! Na, mindjárt megnézzük, hogy mi ez. Jó napot kívánok! A főparancsnokság utasítására az összes egységét és követőjét Rakiba kellett irányítani ismeretlen oknál fogva, ezért a kariakok által hátrahagyott egységeket fogja használni. Nagyon jó kis járművek egyébként, remélem meg lesz velük elégedve. Üdv, tábornagy! Az a feladata, hogy kolonizálja ezeket az új rendszereket. Tudjon meg többet az őrzőről, és erős védelmet építsen ki a területén. Én személy szerint hiszek a kariakok jó szándékában, de utasítást kaptam a főparancsnokságtól, hogy figyelmeztessem önt a lehetséges veszélyekre. Úgy hallottam, néhány tábornokunk szerint addig kéne eltipornunk a kariakokat, amíg még tudjuk. Nos, nem vagyok biztos ebben. Legyen szerencséje, parancsnok! Na hát akkor azt mondja, hogy... Hogy osszuk el? Ti jöttök így ide. Várom a parancsait. Kettő vadászlény megy a gyarmatosító hajóra. És hol menjünk? Na, azt mondja, hogy Éden rendszerbe vagy az új világrendszerbe. Menjünk először az új világba. Megnézzük, hogy mi van ott. Mennyi kutatási pontunk van? 5622. Hú. Mondjuk ezeket most nem szabad elkölteni. Magas szintű bolygó technó. Hoppá! Na, lesznek itt jóságok, azt hiszem. Megint én vagyok. Sikerült lokalizálnunk az őrzőt. Milyen az Éden rendszerben található? Öntől függ, vajon elsőre oda megy, vagy inkább az új világrendszert választja? A döntés önre vár. Menjünk először az új világba. Információkat kaptunk egy jelentős erőt képviselő kalózvezetőről, akit Marion Kay-nek hívnak. Ez a nő megpróbál velünk kibabrálni. Tartsa szemmel őt, bármire képes lehet. Aha, látom. Rajtaütő, kutyaütő. Na. Hát nem kéne, hogy a hajókat, azokat a gyarmatosító meg a lakosság szállító hajókat kilőjük. A hajó itt. Igen? Felkészülés a támadásra! Á, lövik a vadászokat. Ezt nem teszitek semmit. Ellenséges egység meg semmi. Nagyszerű! Megnézhető. Micsoda tűzijáték volt ez, gyerekek? Igen. Na. No.
Hoppá! Na, meg is van az első célpont. Az új világ 3-asra fogunk valószínűleg menni. A... Sikeresen kolonizált egy bolygót az új világrendszerben. Az egyik kitűzött cél teljesítette. Hogy... Mindazonáltal a Roskából Édenbe és új világba vezető féregjáratok lezárodtak. Különös dolgok történnek távol a naprendszertől. Nem mondanám, hogy biztató. Hát elhiszem, barátom. Na nézzük. Nyíli a kortélére megsérült. Hát az nem jó. Na, sivár kolonizálható. Sziklás kolonizálható úgy szintén. Hát ja. Elméletileg akkor... Mindegy, egyelőre fel kéne pumpálni itt a lakosságot. Mi a parancs? Azért ide az ugróponthoz tegyük, vagy a féregjárathoz küldjük ide az egységeket, hát hogyha esetleg innét jönne az ellenfél. Aztán persze ki tudja. Na jó, 133 az már bőven jó. A hajó így támadás érte. Erről van szó. Proton cirkáló. És még kevesebb egységem van, mint kéne. Ezért gázban vagyunk. Ellenséges kémet fedeztük. Ó, hogy az... Indulás! Az anyádat. Hát gyerekek, hullunk. Fészkes veszedelem. Nincs mese. Nincs mese, bakker. Ez így nagyon nem jó. Mostan össze kell, hogy szedjük magunkat, különben nagyon nagy gáz lesz. A hajó itt támadás érte. Na most például milyen jó lenne, hogyha már ki lenne fejlesztve az aknarakó hajó, mert akkor azokat is akár tudnám használni. Ó, és kilőtték az összes hajómat. Bakker. Aha. Célpont látómezőben. És mind a két cirkálója megvan. Nézd meg. A kolóniáját támadás érte. Ez így nagyon nem jó. A hajó így támadás érte. Viszont ezt meg tudnám csinálni. 44 millió katonai bázist csinálják. Hát ha arra fognak menni. Uh-huh. Ja. Jó, rendben van. A hajó így támadás érte. Uh-huh. Taktika bevált. Na csak arra kell figyelni, hogy ez így is maradjon. Ugye nincsen több cirkálódott. Nincsen. Hát azért romlik az állapota, hadd ne mondjam. Na. Szóval kettő van még vissza. Akkor a Nília az idejön. Jack még ide.
Várom a parancsait. Na hajrá, 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 hajrá. A kolóniáját támadásértek. Édes Istenem. Akkor itt ebben még lesz több is. Jó, még egyszer, hajrá, hajrá, hajrá. A hajó itt támadásértek. Ide három korvett nem lesz elég. Elindultunk. Bekészítjük már a következő bázist. Szét fogják lőni, mint annak a rendje és módja. A hajó itt támadás érte. Ező bázis sorra. De legalább a bolygót nem lövik. Ez már egy jó pont. A hajó itt támadás érte. Ez fájni fog. Kérlek, Alása. Erről van szó. Akkor te gyere. Na. Gyere ide. Akkor még egy. Akkor még egy jön. Jó, a hajó itt támadás érte. Örülnék ám, hogyha támadnátok is. Szedjük szét őket! Ellenséges egység megsemmisítve. Ezt megnézheted. Erről van szó. Na nézzük. Mi az Ion cirk? Hát miért futtok el? Micsoda kolózok ezek, amik elfutnak? Na nézzük csak. A hajó itt támadás érte. Nagyszerű! Várom a parancsot. De ne fussál el. Öregem. Zúzzuk szét őket! Nagyszerű!
lesz, az jó lesz, az hajrá, 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 hajrá. Építik az újabb korvettet, hajrá. Cirkálónak szerintem ennyi. Hamarosan. Úgy röpködnek körülöttük a vadászok, mint a szúnyogok öregek. Terraformálás befejeződött. Kicsit felgyorsítjuk a Mr. Smith egységünk hajtómű probléma szerencsésen meg, hogy hál' Istennek megy rendesen a kereskedő. Meg hiányzott. Aha, hátulról jön a... Várom a parancsait. Az ellenséges cirkáló. Hoppá, cirkáló, bocsánat. Na, hál' Istennek. Igen! Akkor gyorsan a kereskedőket is. Nem ez lesz az utolsó összetűzésünk, te szerencsétlen! Remek tábornagy, kolonizált egy bolygót Édenben. Ezt a kitűzött célt kihúzhatjuk. Azt mondja, hogy... Milyen... Feladat van még, azt mondja, minden 3 milliárd lakost kell elérni. Jó, akkor egész addig várunk. Aha, nézd csak! Olyan, mint hogyha itt folyna a Tisza, itt folyna a Duna, és tényleg ott van a ez nem a Margit sziget. Segítsetek a majd! A terraformálás befejeződött. Ez itt a Balaton, az biztos. Ha, még egy Balatonunk van. Nagyon jó. A terraformálás befejeződött. Aj, de nagyon jó. Küldetés kitűzött cél megváltozott. Na! Üzenete érkezett. Vizsgálját az ismeretlen bázis. Na, pont azt akartam csinálni. Egyszerű űrvándor vagyok, de hadáljuk elő. Hadáljuk be önhöz, kérem. Dragorn, az ugye 5 előrítetés és 19 kreditet kér a szolgálataiért. Politikus, gyógyító, kormányzó és mérnök. Üdv, tábornagy! További információkat kaptunk a Kariakoktól a most felfedezett idegeneket illetően. Úgy tűnik, hogy az úgynevezett őrző egy automatikus bázis, és elsődleges feladata, hogy megvédje a rendszert a behatolóktól. A technológiájuk fölöttünk áll, bár a bázis nagyon réginek tűnik. Szeretnénk analizálni, hogy valamiképp áthatoljunk a védelmén. Ez lesz mostantól az ön elsődleges célja. Na, küldetés kitűzött cél megváltozott. Szóval, találjon módot arra, hogy áthatoljon az ismeretlen bázis védelmén, de továbbra se használja fel a kutatási pontjait. Na, ez jó lesz. Van valakinek valamilyen tippje? Legyen üdvözölve! Mortep vagyok, a második Kariak csillagflotta parancsnoka, Palolani Sarbó kormányzója, valamint a globális kutatás vezetője. Üdvözlet, Mortep! Miben lehetek a szolgálatára? Úgy informáltak, hogy önfelelős az Édenben folytatott felfedező küldetésért. Mi már szembe kerültünk a bázis védelmével, tehát illetékesnek tartom magam, hogy elmondjam, mire is számíthatnak. A segítségét nagyra értékeljük. A bázis úgy tűnik elég fejlett technológiával rendelkezik. Valóban nagyon fejlettek, parancsnok, de van rosszabb is. A bázis tűzei gyakorlatilag bármilyen katonai egységet pillanatok alatt képes elsöpörni. A logika azt diktálja, hogy kell lennie valamilyen módszernek a bázis bevételére. Amikor megpróbáltunk a bázis közelébe férkőzni, kevésbé fejlett technológiát birtokoltunk, mint most. És a végeredmény katasztrofális volt. A bázis megtizedelte az erőinket, ezért le kellett fújnom a támadást. Ez már vagy 20 hosszú esztendeje történt. Azóta ez a hely tabulak számított, de az önök közbelépésével az idő talán végre eljött az egyszer mindenkori meghódítására. Gesztusként szeretném átnyújtani a projektünket, melynek fejlesztését már jó ideje felfüggesztettük. Képtelenek voltunk befejezni,
Remélem maguk több sikerrel járnak. Megtisztel engem, Mortab, és örömmel elfogadom az ajándékát. Megtisztelő parancsnok. És mi, kariokok, reméljük, hogy ezennel megállt parancsolnak ennek a tövésznek. Na, hoppá, Ridikő. Úgy talán már érkezett felfüggesztett kariak projekt. Na nézzük. Hát de nem lehet felhasználni a kutatási pontokat, nem? És akkor megnézzük, hogy... Jaj, ez semmibe nem kerül. Na hajrá. A terraformálás befejeződött. Na, pusztaságból milyen lesz a... Erdős. Jó az. Na. Üzenete érkezett. Jó híreim vannak. Épp most sikerült feltörni a befejezetlen karia projekt héját. Készen áll a használatra. Szóló rendszer semlegisítő. Hoppá. Üdv, tábornagy. Épp most kaptam az üzenetet, hogy Mortab közvetlen kapcsolatba lépett magával. Nos, igen. Talán valamit rosszul csináltam, de az egészben semmi különöset nem látok. Felajánlotta, hogy segít az idegenbázis ellen. Hadd magyarázzam el, ki is ez a Mortab. A két legfejlettebb kariakrendszer Panola és Jarbo legfőbb kormányzója, és még egy rakás más címet is birtokol. A kariak kormányzat legerősebb ellenzéki pártjának, a hagyományok őrzőinek is ő a vezetője. Ezen kívül van még valami, amit tudnia kell róla. Csak két alkalommal győzték le életében. Először ez az őrző 20 évvel ezelőtt, másodszor pedig a flottánk az emberkariak háborúban. Nagyon büszke lény. Nézzünk szembe a tényekkel. Túl büszke. És nem lehetetlen, hogy megpróbálja egységeinket az idegen bázissal összeugrasztva legyengíteni, hogy aztán kilépjen az árnyékból, és... Hát, ki tudja. Ismerem a kariakokat, de nem elég behatóan, és közülünk mások se nagyon. Meg lehet, hogy félreismerem, de figyelmeztetni akartam, hogy ő jelentős erő, amivel számolni kell. Értékes szövetséges lehet, de félelmetes ellenfél is egyúttal. Köszönet az információért, Laura. Nehezen tudom ugyan elhinni, értékes szövetségesnek gondolnám. De azért majd nyitva tartom a szemem. Ne említse senkinek, tábornagy! A pozíciója túl törékeny mostanában. Gondolkozzon hideg fejjel, kérem. Távoli világokat kell kolonizálnia anélkül, hogy a kariakok akaratuk ellenére a fennhatóságunk kiterjesztését sejtenék műveleteinkben. Szorítok magának! Befejeztük a Szolon rendszer semlegesítő projektet. Mivel senki nem mert vállalkozni a feladatra, magának egyedül kell megközelítenie a bázist a saját hajójával. Az újonnan felszerelt berendezés majd elvégzi a feladatát. Kérek egy önkéntest, aki megvizsgálja a bázist. Láthatólag abba hagyta a tüzelést. Megtisztelő lenne, ha én mehetnék. Nagyon jó, Alfa 7. Vigyázzon magára, katona. Óvatosan a gázkarral és jelentsen 2 percenként. Ha nem kapjuk meg a jelentést, bemegyünk és megpróbáljuk kihozni magát. Kérdés? Nincs, tábornagy. Rendben, nem lesz semmi gond. Nyugalom, nyugalom, Nilea. A Szolonok nevében üdvözlöm Önöket. A terraformálás befejeződött. Valamikor mi voltunk a galaxis urai. Minden bolygó, minden egyes hold a mi befolyásunk alatt állt. Segítettük a fiatalabb fajokat, béke és rend uralkodott szerte a világban. Aztán megtaláltak minket. Először technikailag elmaradott fajok támadtak ránk, de könnyedén legyőztük őket. Aztán jöttek a többiek. Ezeket is legyőztük, de már akadtak nehézségeink. A nyersanyagai kifogyhatatlannak tűntek, és még sok száz év elteltével is ugyanúgy jöttek. Ez volt történelmünkben az első alkalom, hogy olyasmivel találkoztunk, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Sorra vesztettük el a területeinket. Először a bolygók, majd a rendszerek pusztultak. Végül menekülőre fogtuk. Nem adhatok információkat a lakóhelyünkről, de emlékeztetőnek elmondom, még nem vagyunk halottak. Egyelőre. Hátrahagytunk néhány bázist, amelyek képesek magukat megvédeni. És a fiatalabb fajok számára tudást is adományoztunk. Ha már hallják ezt az üzenetet, feltételezhető, hogy áthatoltak a védelmünkön. Most már használhatják az ajándékainkat, amiket a bázison találhatnak.
Használják jóra ezeket az ajándékokat. De ne legyenek túl büszkék magukra és az eredményeikre, mint amennyire mi voltunk a régi szép időkben. Mindig is voltak, vannak és lesznek olyan fajok, amik mögöttünk vagy előttünk járnak. Vezetnek bennünket, vagy loholnak utánunk. Néha akár ellenségesek is. Több szerencsét kívánok, mint amennyi nekünk adatott. Talán a népeink találkozhatnak egy szép napon. Na, fantasztikus. Néhány találmányt küldtek nekünk, xenopszichológia és ismeretlen találmány. Na! Parancs ellenére meg felhasználta kutatási pontjait. Haha. Hát jó, megpróbáltam kifejleszteni ezt a... az ismeretlen találmányt, hát nem kellett volna. Jó van. Most akkor kardinális kérdés, hogy... Merion Kének a birodalmat hogyan győzzem le, hogyha... már nincs is jelen. Na jó. Tábor nagy, azok a hajók se nem kariak, se nem Szolon eredetűek. Teljesen ismeretlenek. Próbálja követni őket egy kutatócsapattal, de ne támadjon. Már is kaptunk néhány rádióüzenetet, és azon vagyunk, hogy dekódoljuk őket. A terraformálás befejeződött. Különös. A féregjárat, amibe beléptek, magától becsukódott. Nem vagyunk biztosak benne, hogyan működik ez a jelenség. Elküldtem az összes adatot a vezető tudósaink számára. Talán ők majd kitalálnak valami okosat. Üdvözöljük Önöket a névtelen rendszerben, barátaim! Mivel rájöttünk, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, ez az esemény a történelmünk legfontosabb pillanatává nőtte ki magát. Ne vegyék szokon, hogy a felfedezőink elmenekültek a hajóik elől. Ők nem csináltak mást, mint sietve elhozták a jó híreket az anyabolygónkra, és a vezetőink engem, Horusszák nagykövetet küldtek ide, hogy kapcsolatba lépjek Önökkel. A vezetőink és a nagyhatalmú Prím nevében örök barátságot ajánlok. Készen állunk, hogy kereskedjünk, és ismereteket osszunk meg Önökkel. Reméljük, elfogadják a jó akaratunkat cserébe a magukéért. És ez a nap fordulópont lesz mindkettőnk kultúrájában. Jelezze e nap egy jobb megismerés hajnalát népeink között. Azt a mindenségit neki. A karjakok ránk támadtak. Ezek meg most... Hello, Mizu! Ismerkedünk? Na jó van. Na gyere ide. Asszimilátor, gazdaságtudós, politikus, fantasztikus. Akkor te jöhetsz ide. Hoppa. Tábornagy! A darzakok elárultak minket, egyszerre támadják Rakit és Édent. Nem hagyhatjuk, hogy ezek a gazemberek elérjék a földet, vagy egyáltalán megközelítsék. Ne késlekedjék, parancsnok! Bízzon bennem, nem jutnak messzire. Cortilliari tábornagy, vége. Igen? Hajóit támadás érte. Hát ez gyors volt.
Ez kemény csata volt. Aggódom azonban, nem tudom, mit várhatunk. Na, komoly problémák merültek fel, de nem okoztak gondot. Ellenben végig kéne gondolni, hogy vajon mit tartogat a jövő. És ezt a következő küldetésben megtudjuk. Hát addig is sziasztok!